Sziasztok! Itt vagyunk vlogba. Az első edzésen túl vagyunk. A Norbi gyerek. Mi történt? Túléltem. Az már biztos. A kocsi is él. Viszont igen, látható bizonyítékunk van, hogy a kocsi egybe van még. Miatt elég lassan megy az edzés, úgyhogy az első etapban a mezőny nagy része egy kör tudott menni, köztük persze mi is, úgyhogy még lesz egy edzés ma, reméljük, hogy itt többet tudunk menni. Cselesen már előre beálltunk a legelső helyre. Úgyhogy reméljük, hogy egy pár kör tud menni Norbi, mert délután már kvalifikáció lesz. Ebédelünk, aztán ha minden jól megy, jelentkezünk Norbinak a fejéről egy belső felvétellel. Sikerült bekvalifikálni a top 32-be. Hát volt. Mi történt pontosan? Első körbe mentünk egy biztonsági, de nem én mentem. És azt hittem, hogy jó lettem úgy, csak visszanéztük a élő közvetítést, és azért az nem voltak benne a zónában a biztonsági, úgyhogy csak 63 pontot kaptam érte, amit először keveseltem, de amint megláttuk, ez teljesen jogos volt. Úgyhogy második körben ezt meg kellett volna oldani egy picivel, mert ez a 63 pont ez nagyon gyenge. Iszonyatosan jó kör lett egyébként a második. De Tomi szólt is még, hogy el fog fogyni a gumim a végére, úgyhogy a végét azt ér az vegyem óvatosra a figuráció utolsó kanyarba. Ami eszembe is jutott, csak nem volt elég, amennyit ráhagytam. Úgyhogy meg is lett a fal. Úgynevezett gumizások. Megyünk, megkeressük az elhullott alkatrészeket. Holnap folytatjuk egész sok edzéssel. Túlzó csatás edzéssel. Igen. Az első ellenfél a top 32-ben pedig Jackson Han. Ennyi. Keményen vagy sehogy. Lott versenynap top 32 briefingre megyünk. Életünkben először. Igen. A kocsi melegszik. A gumi elfogy. Úgyhogy minden rendben. Hátulját már összeraktuk. Kétszer. Mi lesz már a taktika? Körről-kör engedjük lejjebb a gumanyomást. Jöjjön a tempó. We'll be right back.
Shanahan from Ireland, but he's now going up against Norbert Zemich. Nagyon jó volt. Végre éreztem, hogy tudok bizonyítani. Mentem belső ívre nagyon. Fölengedtem a kuplungot, rámentem, elkezdtem adni a gázt, és nőtt a szög. Sikerült kihúzni, hogy ne legyen nullás, de nagyon necces volt. A második körben rengeteget tanultunk, és végre észrevettük, hogy tudunk bizonyítani ezen a szinten is. Huge upset, because the first battle, Norbert Zemich gets his first win. First battle of the top 16, Heidrich versus Zemich, Hungary versus Germany. Továbbítottam, jött a top 16, és elment a túlponyomásom, mert az egyik finisher az volt. Igen, megpróbáltuk kikérni 5 perces technical timeout-ot, de nem engedték sajnos.